Szeretettel üdvözöllek! Köszönöm ezt az évet, egy, mert nagyon nagy dolog, hogy, hogy nézitek, hogy hasznos lehetek ezáltal, és kettő, van egy kis évvégi gyakorlatom, amit így minden év, tényleg tíz éve legalább, de ezt tehát régóta már, minden év végén végigmegyek rajta, és ezt gondoltam, hogy most itt megosztom az év utolsó napjaiban. Ezt általában 31-e délután csinálom, csináljuk, és füzet kell hozzá és tol, és a feladvány, a feladvány az, hogy miben vagyok biztos. Ez tehát a kérdés is felét, hogy, hogy így miben vagy biztos? Miben vagy biztos ma? És bátorság kell hozzá. Bátorság, nagyon nagy bátorság igazság szerint, nagyon nagy bátorság kell hozzá, hogy az ember az érzéseit, nem az, hogy hallgatni merjen az érzéseire, először is, hogy felmerje vállalni az érzéseit saját maga számára. De, 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 nagyon érdemes, mert, mert tényleg régi-régi tapasztalatnak az összes videó erről szól igazából, hogy, hogy azzal jó menni, amiben az ember bizonyos, amiben bizonyossága van. És ahhoz, hogy ez, ez menjen, ahhoz jó erre emlékeztetni magunkat. És ahhoz, hogy erre emlékezni tudjunk, jó egy kicsit így megnyugodni, leülni, talán gyertyát gyújtani, én klasszikus zenét szoktam hallgatni, de mondjuk én állandóan klasszikus zenét hallgatok, így ez lehet, hogy nem irányadó. És, 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 és csak így elmélyülni a saját érzéseimbe, hogy mi biztos. És ennek, hogy mi biztos, vagy miben vagyok bizonyos, két vonatkozása van, az egyik az igenek, a másik a nemek. Ezt lehet úgy is csinálni, hogy egy, egy oldalt az ember kétfelé oszt, és az egyik oldalra azt írja, hogy igen, és a másik oldalra azt, hogy nem. És aztán elkezdeni sorolni alatt, alatta. Azt, hogy mi az, ami biztos, hogy igen, és mi az, ami biztos, hogy nem. Ugye az igenek a nehezebbek egyébként. Különösen akkor, amikor az ember nem feltétlen érzi magát kicsattanó formában, akkor különösen nehéz az igen, hogy mi az, amit én szeretnék, mi az, amiből többet szeretnék az életemben. És a nemekhez kell a nagyobb bátorság. Hogy mi az, ami nem, mi az, amiből elég, mi az, ami idejét múlt, mi az, ami elavult, mi az, ami viszi az energiám, mi az, ami nem hasznos. A nemekhez több energia kell, mert két okból, egyrészt mert tökönző, tehát hogy ilyen baromi önző, merni magamat választani, és másrészt mert a, a, a nemeknél általában óriási kötődéseink vannak. A világ nagyon nagy erővel fog, nem is a világ, mert a világ nem foglalkozik velünk, hanem, hanem a, az életünk berendezkedésének van egy nagyon nagy e, ilyen meghatározási ereje, hogy így köti az embert az, ahogy éli az életét akik a barátai, akik az ismerősei, ami a közössége, ami a napirendje, ahogy az estéit tölti, eh, ahogy, ahogy, ahogy a reggelei kezdődnek, ami a munkája, stb. Tehát, hogy a, a nemekhez, hogyha valamiből elég legyen az bármi egyébként, mert ez, ez lehet szokás, amit nem kedvelek, de lehet emberi kapcsolat, ami, 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 idejét múlt, vagy, vagy lehet bármi, ehhez nagy bátorság, nagy bátorság kell ezt felvállalni. Úgyhogy ajánlom szeretettel ezt a, ezt a kis gyakorlatot igenek és nemek, és um, aztán utána alul lehet egy, egy vonalat, vonalat húzni az igenek és nemek oszlopok alá, és konklúziót írni, hogy akkor mi a tennivaló. És tök jó, hogyha van fény, ha van fény, ami felé az ember mehet, ugye a fény az mindig az igenekben van, amiből többet szeretnék, tehát szuper, ha van fény, ha fény felé megvan az erő, hogy, hogy menjek, az nagyszerű, de másrészt uh, sokaknak ez nincs meg, és nekem is sokszor nincs meg, és nagyon fontos, hogy nem kell a fényhez ragaszkodni. Abszolút nem dráma az, hogyha nincs meg a fény, nincs meg, a hiszek, nincs meg, ami lelkesít, kicsit se probléma. Ha a nemekkel foglalkozom, tehát ha a, sötétség, ha a sötétségre fókuszálok, ha a sötétség legnagyobb, legsötétebb, legmélyebb részeivel tudok foglalkozni, ott le tudok oldani magamról dolgokat, amik visszatartanak. Olyan kicsit az ember élete, vagy az szerintem az ember hangulatai, mint egy, egy gödör meg egy hegycsúcs viszonyrendszere. És amikor az ember a gödörben van, akkor nem látja a hegy értem, szemmerlám van a gödörbe, akkor ott azzal lehet foglalkozni, hogy, 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 letegyek dolgokat. Vagy még inkább, mint egy a gödör legyen tele vízzel. Tehát, mint egy ilyen mély tó, ami a lelkem tavának a mélysége, le lehet vágni dolgokat, amik ilyen békjóként lefelé húznak, és akkor felemelkedem a vízszintre, és kilátok a hegyre, és ha látom a hegyet, akkor már meg is indulok felé. Tehát, hogy ne zavarjon esetleg, hogyha a, az igenek mennek kevésbé jól, és a nemek mennek jobban, ha, ha sikerül nemet mondani, és az tényleg a kimondással kezdődik valamire, akkor attól jobban lesz az ember, és ott az igenek is automatikusan jönnek, szükségszerűen jönnek majd. Úgyhogy eddig ez a gyakorlat. Ha van kedved megosztani a közösségben, um, akkor nagy szeretettel tényleg így írt be, tök, tök jó, még az is lehet, hogy én is beírom majd, hogy mi a konklúzió idén, illetve amúgy is egyébként írok egy ilyet most, ami egy ilyen évindító írás, hogy akkor mi is a 2022-es tennivaló. Úgyhogy ezt én is meg fogom osztani. És, és máskülönben, meg, ha esetleg segítségnek örülnél ehhez, akkor így 30-31-én nagyon hasznos lehet az életnavigáció ehhez. Ugye az életnavigáció a ingyenes kérdőívünk, ami ezen a korszakos rendszerben segít elhelyezni magad, ego jogázni segít, tehát a, a magadon dolgozni segít, az egódat, az identitásodat csiszolni segít ez a rendszer, azáltal, hogy egy tiszta helyzetképet ad arról, hogy veled mi van amiből aztán utána a következtetéseket is levonjuk, levonhatod, hogy akkor mi a helyes tovább lépés egyrészt, és másrészt miket érdemes elhagynod. Tehát, hogy így az igenek nemek játékhoz nagyon hasznos egyébként az életnavigáció, úgyhogy ha ezt nem töltötted ki, vagy nem volt rá um, még időd, energiád, mert azért kell ehhez egy kis figyelem, vagy esetleg nem voltál el elégedett az eredménnyel, akkor, akkor érdemes így a zárónapokon, a zárónapokon kicsi energiát adni még ennek, hogy így mi az igaz. Mert, mert aztán ebből jön a lendület. És minél igazabb tud az ember lenni, annál inkább fókuszált, annál inkább korán és lelkesen kell, annál inkább megvan a tetvágy, annál inkább halad az életben. Ez, ez, a megfigyelésem, hogy az ember nem halad, akkor nem lát tisztán, és azért nem lát tisztán, mert megtéveszti magát. És akkor tisztázni kell. És a, 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 az igazság, az igazságot mindannyian érezzük, csak merni menni ezekkel az érzésekkel, hogy mi, mire mondok igent, és mire mondok nemet. Miből szeretnék többet, és miből kevesebbet, és aztán, ha ezt csak kimondani sikerül, még egyszer abból tettek is szükségszer lesznek. Úgyhogy eddig ez az évzáró videó. Köszönöm tényleg az egész éves figyelmet. Folytatom majd ezeket a videókat, és hajrá! Jó pihenést, és jó évzárást, és a 22-es évre is jó munkát mindenkinek.